Kovács Kokó István is beugrik tulajdonképpen egy bemutató erejéig ide a prológba. Mennyire része az életednek a kerékpározás? 6 évvel, 7 évvel ezelőtt elkezdtem maratonokat futni, aztán elkezdtem triatlonozni, és azóta nagyon-nagyon megszerettem az országúti kerékpárt, és hát nem tartom magam nagy kerékpárosnak, de 180 kilométert azt azért most már 6 órán belül tudom teljesíteni, úgyhogy szeretem a kerékpárt, és egy óriási megtiszteltetés, hogy Iván Basszóval kétszeres Giro győztessel tudok részt venni ezen a mai etapon, úgyhogy ezt nem tudtam nem kihagyni, vagy nem tudtam volna kihagyni semmi esetesen, de elképesztő, amit a srácok művelnek, és nagyon szurkolok a magyaroknak, Faranszák Mikrimnek és a többieknek, hogy egy remek túrt zárjanak a héten. Mennyire fontos, hogy legyen egy Tour de Hongrie? Nagyon fontos, és ezen Kamer Karcsinak az erő kifejtése, amit tett annak érdekében, hogy újra megújuljon és újra élettel teli legyen a kerékpársport Magyarországon, ez egy óriási dolog. Nem tudunk neki megfelelő módon hálás lenni, mert nekem már volt lehetőségem megnézni a túrt Franciaországban, a Girot Olaszországban, és tudom, hogy mit jelent az ottani embereknek, az olaszoknak például, mindenkinek, egész Olaszországnak, hogy ott 3 héten keresztül rájuk figyel az egész világ, és nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon is, ha nem is ilyen szintre, de azért a jelenlőnél még nagyobb népszerűségnek örvendre jutna el a kerékpársport. Köszönöm szépen, és akkor sok sikert a körhöz! Köszönöm.